4 darab gyártótól 5 darab fülhallgatót hoztam, amik mind 10 és 35 ezer forint között találhatóak, és elvileg ezek az egyik legjobb lehetőségek, hogyha ebben az árfekvésben szeretnél egy igazán jó fülhallgatót. Méreható specifikációbeli dolgokat nem fogok felolvasni az adott termékek kapcsolatban, úgyhogy inkább mondom, a hang részével foglalkozok. Ha erre kíváncsi vagy, akkor a leírásban megtalálod mindegyik fülhallgatónak a linkjét a Musics weboldalán, ahol van több kulturált magyar nyelvű leírás, és akkor ezeket végig tudod olvasgatni lényegesebben. De mivel 5 fülhallgatóról van szó, és általában 8-10 percig el tudok simán beszélni egy termékről, így nem akarok egy 50 perces videót csinálni, megpróbálom 10-12 percenből összehozni. A sorrend, ami alapján én ezt most itt bemutatom a videóban, az ugyanaz a kronológiai sorrend, ahogy én ezeket egyesével kibontottam, és megtapasztaltam, hogy mit nyújtanak hangzásban. Nem tudtam egyáltalán, hogy melyik mennyibe kerül, tehát én ezt mind utólag, most a videó készítése előtt googliztam meg. Az, hogy mi mennyibe kerül, egyáltalán nem befolyásolta azt, hogy mit gondolok a hangzásról. Kizárólag a személyes igényeim és zenehallgatási szokásaim alapján volt valami, ami nagyon szimpatikus volt, és annak ellenére, hogy mondjuk olcsóbb, mint bármely más fülhallgató. Lényeg, hogy ez alapján fogok menni, úgyhogy egy ilyen kis történetet alkot az, hogy hogy és miként tapasztaltam meg az egyik fülhallgatót a másik után. A legelső fülhallgató, amit kibontottam, az Audiofly-nak az AF100-asa volt. Ahogy mondtam, ugye nem tudtam, hogy ez mennyibe kerül, mint utólag megtudtam, ez 32.990, tehát ha minden igaz, ez a legdrágább mind az 5 közül. Most ez volt az első, azért, mert a doboza alapján, meg a fotó alapján, ami a dobozon van, ez tetszett a legjobban, és úgy voltam, hogy az annyi kis high-tech kinézetű, ugye enyhén átlátszó, hogy ez biztos király lesz. Úgyhogy elkezdtem ezt hallgatni. A forrás vagy DAC felhallgató erősítő, ami mindegyiknél jelen volt, az vagy a telefon volt, ami átlag utcai felhasználásnál volt ugye használatban, a MacBook Pro, meg egy Focusrite 2i2-es ilyen interfész hangkártya. Ami egyébként nem sokkal jobb így felhallgatón, mint mondjuk a MacBooknak a saját kimenete, körülbelül ugyanazt a szintet hozzák, kicsi különbségek vannak így ízlésben, de egyébként ugyanaz a kvalitás én szerintem. Ez ugye a Focusrite-nek nem annyira jó hír egyébként. A lényeg, hogy ezek voltak a körülmények, nem kötöttem egyik mögébe se 150 ezeres fejhallgatóresítőt, úgyhogy mondhatni a teljes átlag felhasználói szempontból tudom elmondani, hogy mit tapasztaltam. Az Audiofly-ról, mint márkáról annyit kell tudni, hogy ők Ausztráliából származnak, egy rakat, saját fejlesztésű megoldásaik vannak a fülhallgatóikban. Itt a közép és a felső kategóriában szerintem sokkal népszerűbbek, mint sem ebben a 30x1000-esben, ahol úgy tudom, hogy az AF100 az első modell attól a gyártótól így árazás szempontjából, tehát ez a belépő példányuk. Első körben a kialakítása borzasztóan könnyű, tehát semmit nem érzel a súlyával, tehát tenyeredben van, és semmit, hogyha nem lenne ott, tehát ilyen szinten könnyű. Maga a kialakítás ugye úgy van kitalálva, hogy a fület köré tudod akasztani, vagy be a fületbe. Ennek a része egy másik modell szemben, amit majd azt hiszem pont a Mi Audio olyan, ami ugyanilyen fülakasztós, de ott egy merev drótanyagot kapunk, amit lehet állítgatni. Ez itt teljesen puha, tehát ennek semmilyen előre beállított merevsége nincsen, ez teljes mértékben körül öleli a füledet, és azt mondom, hogy ez a legkényelmesebb az összes közül, amit itt próbáltam az 5 fülhallgatóból. Mindenképpen mélyorientáltnak mondanám, ahol a közép és a felső tartomány nem kap annyi fókuszt, mint a mély. A hallgatások során én úgy vettem észre, hogy inkább könnyű zenére, hip-hop, minden ilyen mélyorientált dologra, ahol ez egy fontos szempont, hogy a mély hogy szól, ott szerepelt ez a legjobban. Úgyhogy, ha egy ilyen füstösebb, melegebb, mélyerős, mélyorientált hangzást keresel, akkor az Audiofly AF100 egy jó opció lehet, és teljes mértékben comply-kompatibilis, tehát hogyha a gyári fülkorongokat vagy fülillesztéket le akarod cserélni egy komolyabbra, akkor comply-ból találsz olyat, ami erre illeszkedni fog. Ezután a második, amit kicsomagoltam, az egyébként hasonló kinézetű volt, a Mi Audio-nak az M6 Pro változata. A márkáról annyit kell tudni, hogy kaliforniai székhelyű, és elsősorban professzionális fülmonitorokat gyártanak. Nyilván a szempont az, hogy ne legyen ultra drága, hanem relatív megfizethető. Én tőlük már hallottam a P1-est egyébként, ami egy komolyabb, ilyen 70 ezer forintos árfekvés, ami egy elég jó élmény volt, és azt gondolom, hogy ez az M6 Pro alapmodell, amelyiként az jóval olcsóbbik termékük, az egészen hasonló stílust hoz, ami nagy különbség egyébként, hogy nem annyira aprólékos nyilván, mint a 70 ezer forintos, de sokkal könnyebben hajtható, ahhoz egyébként kell egy 60-100 ezer forintos DAC, hogy megszólaljon úgy, ahogy azt eltervezték. Ehhez nem, tehát ezt azt mondom, hogy már egy telefonról is jól szól, de már a MacBook Pro-nak a kis gyári DAC-ja meg felhallgató erősítője sokkal többet kihoz belőle egyébként, mint a telefon. Úgyhogy a lényeg, hogy a tartalék benne az nagyon sok,
és én, amikor hallgattam, sokkal többre tippeltem volna. Én azt hittem, hogy ez nagyjából a plafon, tehát ez ilyen 35 000 forint környékén van, de nem, mert az ára az 15 790, ami számomra tényleg meglepő. Egy nagyon artikulált, közép-felső tartományban gazdag hangot kapunk. A mély mennyiség sokkal visszafogottabb, mint az előtte lévő Audiofly-nál, úgyhogy azt mondom, hogy itt egy kicsit így az egység az összedolgozottabbnak mondható. Az Audiofly mindenképpen a mélyebb orientáltabb irányba megy el, viszont ez pedig pont a másik irányba, ahol a közép és a felső tartomány kapja az igazi nagy fókuszálást. Szárazabb, részletezőbb és egy jóval nyitottabb hangképet kapunk, minden előrébb érződik, egy kicsivel életszerűbb. Egyébként maga a konstrukció érdekes, mert a kábel az cserélhető, amiből kapunk kettő darabot is. Van egy olyan, ami van egy inline vezérlő gomb, meg van egy sima audio only kábel, úgyhogy ezt lehet a később évben így variálni, hogyha valakinek valamilyen speciális igénye van. Ebben az elfekvésben szerintem ez egyáltalán nem jellemző, de szerintem még duplájáért sem, úgyhogy ez ilyen kis peckó funkcionalitás ennek. Van az egy tartozék Comply Memorial Boss fülilleszték, ami egy nagy extra, és az elég sokat is számít egyébként a hangzásban. Nagyon könnyű ugyancsak a kialakítás, nagyjából annyira kényelmes és könnyű, mint az Audiofly. A nagy különbség, hogy ugye ez is fülköré megy, ilyen ívben, viszont ez ilyen drótszerű az a része, ami a fület körül öleli. Tehát ezt így meg kell egy kicsit így munkálni ahhoz, hogy tökéletesen ráilleszkedjen a fülünkre. Nem tudom, hogy ez valakinek prioritása, vagy tök mindegy, gondoltam ezt is elmondom, mert ez egy különbség az Audiofly és e között, mint viselet. A következő példán a Soundmagic E10 volt, na hát ezt sem tudtam, hogy pontosan mennyibe kerül, csak azt tudtam, hogy valahol a 10 és 15 ezer között van, mert ugye erről másokat hallottam, ez ilyen referencia belépő kategóriás fülhallgató volt mindig is. Úgy tudom, hogy ez nagyjából 10 éve van piacon, nagyjából 6-szor nyertek Wattifi díjat, ugye tudjuk, hogy a Wattifi díj az nem minden esetben szokott mérvadó lenni mindenkinél, én is van, hogy nem annyira értem, hogy miért nyer valami, valamikor meg teljesen indokoltnak érzem, úgyhogy ilyen szélsőséges nekem így ezzel a Wattifi díjazással kapcsolatos élményem. A lényeg, hogy ez nem csak ő náluk a Wattifinél, hanem tényleg minden fórumon és piacon, szegmensen, szakmagazinban egy ilyen nagyon kiemelkedő értékelést szokott kapni, és ezt alá is tudom támasztani, hogy valóban elég komoly az, amit ez a fülhallgató nyújt, pláne ezen az áron. 13.490-be kerül, egy teljes mértékben kiegyensúlyozott hangot kapunk, az Audiofly és a Mi Audio után azt gondolom, hogy ez a legegységesebb. Ez a legolcsóbb, de mindenképpen a legsimább hangja van. Nyilván nem egy abszolút steril hangzásról beszélünk, de én azt gondolom, hogy ebben az árfekvősben nem nagyon szokott olyan fülhallgató lenni, amely ne menne el egy ilyen buta irányban, ahol vagy nagyon sok mélyet kapunk, egy nagyon kontrasztos magas tartományjal, vagy esetleg borzasztóan tompa hangot, sok artikulátlan böszme mélyen. Általában ez a jellemző ebben az árfekvésben, még a nagy gyártóknál is. Most ennél nem, mondom, egy nagyon konszolidált, nem túlzó pont, elég jó feszes kis mélytartományt kapunk, végtelenül tiszta, természetes vokálokkal, és egy ilyen közepesnek mondható részletgazdaságú felső tartománya. Tehát nem visz semmit túlzásba, ezért nagyon rugalmas szerintem bármilyen zenére. Nem is tudom azt mondani, hogy ez annyira specifikusan lesz jó valakinek, mint amennyire mondjuk az Audiofly, amelynek egy elég jellegzetes stílusa van, de az a Mi Audio M6-nak is, amely ugye a másik véglet, ahol végtelenül kis finom részleteket hallunk a közép-felső tartományban. Na itt nem, ez a kettőnek valamilyen egyvelege, ahol nem húzza egyik irányba se el a hang. Úgyhogy árfekvését hazudtoló őszintesége van, szerintem kialakításra abszolút ott van a kétszer-háromszor ennyibe kerülő füleseknél. Teljesen fém házat kapunk, és a kábel az elég igényes. Az egyetlen bökkenővel, amit így használat során felfedeztem, hogy a csatlakozó fej nagyon pici és kompakt, ráadásul egy ilyen magas fényű műanyagból van, amin csúszik az ember keze, tehát a MacBookból vagy a telefonból ezt alig tudom kihúzni. Ez a bedugott tövig, nagyon durván szarul egyébként, tehát nyilván a csatlakozás vagy a kontaktus az hibátlannak mondható, viszont kiszedni alig tudod. Az egyik megoldás ugye nyilván, hogy a kábelt fogod és azon keresztül rántod, de akkor meg nyilván gondolom elszakad egy idő után. Úgyhogy nagyon be kell nyúlni a tövébe és erősen szorítani azt, hogy kiszed. Most ez nem egy deal breaker, ezen nem múlik, hogy a füles jól vagy sem, de gondoltam elmondom, hogy ez egy különbség e között, meg egy másik Soundmagic között, ami mindjárt következik. Soundmagicnek annyi a háttértörténete, hogy a Beyer Dynamicnek egy ex-kínai fejlesztője, aki in-ear sorozatot készített őnekik, áttért egy saját brandre, a Soundmagicre, és saját név alatt nyilván a saját gyermekét ápolgatja, és ezért mondják egyesek is, ezt nem tudom személyesen megerősíteni, csak hallásból, meg a Musics is leírta ezt így nekem a Soundmagic kapcsán, hogy van is
egy kapocs így hangzásban a Bayernek a fülesei, meg a Sound Magic között. Hát ennek az az oka, hogy maga a mérnök, aki e mögött dolgozik, az konkrétan ugyanaz. Szóval összességében azt gondolom, hogy 13 ezer forint környékén ez egy brutál jó árértékarány. Ezt mindenkinek tudom javasolni, attól függetlenül, hogy milyen zenei stílust hallgatsz. Hogyha nem akarsz 20-30-40 ezeret költeni egy füleset, csak egy jó füles szeretnéd 10-15 között, akkor a Sound Magic-kel egyáltalán nem tudsz mellé nyúlni. A Pro Stereo egy hongkongi hi-fi high-res fülhallgató vagy fülmonitor specialista, őnekik abszolút ez a fő tevékenységük, vannak vezeték nélküli megoldásaik is, viszont nekem most az első tapasztalatom ővelük, más nem hallottam még a Pro Stereo-tól. Úgyhogy a Pro Stereo F3-as volt a negyedik, amit kibontottam, ugye a Sound Magic E10 után. Úgy éreztem, hogy ez egy kicsivel többet nyújt, kicsivel élénkebb és kontrasztosabb hangot ad. Ami egyértelmű, hogy a mélyekben kerekebb és izmosabb próbál lenni, és a középtartománynak a felsőbbik szegmense mindenképpen élénkebb, viszont a legfelső tartományoknál van egy puhítás kerekítés, amitől egy könnyebb hallgatási élmény lesz, amit ez az F3-as nyújt. Kizárólag hang alapján én úgy gondoltam, hogy ez a drágábbik fülesek közé tartozik, tehát ezt valahol 25 ezer forint környékére árasztam volna én így hallás alapján be. Egyébként 16.990-be kerül, ami megint erősen meglepő. Maga a kialakítás nagyon stabil, füles kialakítása is jóval masszívabb és erőteljesebb érzetet ad, úgyhogy ilyen igényes fülesről van szó. Meg én azt gondolom, hogy ha így ránézünk, meghallgatjuk, akkor nem ezt az árat gondolnám logikusnak, de nyilván ezek a brendek, akik nincsenek annyira durván bepromózva, marketingelve világszerte, mint ugye egyes nagy mindenki által ismert márka, így azt gondolom, hogy őnekik sokkal többet kell letenni az asztalra a minőség szempontjából, egy sokkal alacsonyabb áron, hogy megfontolja őket az ember, és hogy őtőlük válasszanak valamit. Úgyhogy ez is tök jó példa arra, hogy olcsóban is lehet nagyon jó hangzásokat kapni. Itt kapunk egy inline vezérlőgombot, tartozik Comply fülillesztéket, és high-res audio tanúsítványunk is van mellé. A legutolsó fülgató, amit kicsomagoltam az öt közül, az a Sound Magicnek az E80C változata volt, amely egyébként pontosan azt az árat kapta meg a valóságban, mint amit így érzetre, mint fülgató kialakításra gondolok, még hallásra gondoltam volna, ez 29.990, azt gondolom, hogy nagyjából ez teljesen logikus érte. Kisebbik E10 modellel szemben egy picivel többet kapunk mindenhol. A stílus úgy, ahogy megmarad, de mindenképpen több részlet jön itt elő. A magas tartomány én azt gondolom, hogy egy kicsivel ropogósabb, pörgősebb, szemcsésebb. Élő hangszeres zenék gyönyörűen szólnak rajta, tehát hogy egyszerűen hibátlan tényleg. Én azt gondolom, hogy 30 ezer forintért ez megint egy olyan dolog, hogy nem nagyon kívánhatunk többet. És akkor ezt telefonról hallgattam, meg ugyancsak MacBookról. Ezek mögé berakunk egy kisebb felhallgató erősítőt, ez egészen megnyitja az extra tartalékokat ezekben a fülesekben, ahogy a Sound Magicben is. A mélyek feszesebbek szerintem kicsivel gyorsabban dolgoznak, mint a Pro Stereo-nál, és azt gondolom, hogy azért hasonlítom egyébként a Pro Stereo-nak az F3-asához, mert ez a kettő nem áll annyira távol egymástól. A Sound Magic egy kicsivel élénkebb és mondom fűszeresebb a felső tartományban, míg az F3-nak a legfelső frekvenciái kicsit így lebuknak, amitől puhább érzeted lesz. Tehát az egy könnyedebb hallgatás, de dúsabb mélyei vannak, ennek a Sound Magicnek egy kicsivel kontrolláltabb, visszafogottabb, de feszesebb mélyei vannak, mindamellett, hogy a közé-felső tartomány borzasztóan kristálytisztán és tényleg ilyen ropogósan szól. A csatlakozó fej itt már nem olyan kis ügyetlen, mint az E10-nél, itt egy kicsivel komolyabb a konstrukció, ezt a videón szerintem látni is. Maga a kábelezés szerintem nagyjából ugyanaz. Ha egy egymásra rakom, mintha valami színárnyalatbéli differencia lenne, talán mattabb az E80, de lehet, hogy csak káprázik a szemem, és az ugyanaz. Maga a fülhallgató pedig brutál masszív fém konstrukció, kellemes jó súlya, tehát hogy van egy súlya, ami komolyságot sugal, viszont nem annyira nehéz, hogy kiessen a füledből, vagy érez nagyon a hordás közben, hogy rángatja mondjuk a füledet az egész súly. Azt gondolom, hogy a legjobb árérték arány a Sound Magicnek az E10-ese. Attól tényleg nem lehet azt elvenni. 13.500-ért az a hangzás, az hibátlannak mondható. Ha egy olyan fülhallgatót keresnék, amely inkább munkára való, hogy minél több nyers információt kihalljak a zenéből, akkor valószínűleg a Mi Audiót venném egyébként meg ebben az árfekvésben, valamilyen fejhallgató erősítővel. Na most itt inkább arra gondolok, hogy zenekészítésre használom, ahol ki akarom hallani azokat a hibákat, részleteket, amiket nem biztos, hogy mondjuk az Edem Audion kihallok, vagy más fejhallgatón, amit éppen használok. Úgyhogy azt gondolom, hogy abban van egy ilyen profi aspektus hangzásban is. Viszont mondom, hogy egy fejhallgató erősítő szerintem kell, hogy megnyissa ténylegesen a tartalékot. Hogyha 30-35 ezer forintod van, akkor pedig szerintem a Sound Magic E80C-t kell nézni, mert az
nagyon sok örömfaktort tartalmaz, én nagyon élveztem ezt hallgatni és használni, még most is ezt hallgatom egyébként, úgyhogy ezt nehéz lesz visszaadni, lehet, hogy majd konyarálok egy ilyet kölcsönbe hosszú távon. Viszont én azt gondolom, hogy ami érdekes, hogy a Prostereo F3 alig marad alul mögötte, ami egyébként 17 ezer forintba kerül. Más, mert az nem annyira részletgazdag, egyértelműen a magas tartomány nem azt a szintet képviseli, mint ami a Soundmagic E80C-nél jelen van. Viszont, hogyha te érzékeny vagy nagyon a magas hangokra, és a Soundmagicnek ez a kis ropogósabb stílusa a felső frekvencia tartományban neked nem annyira szimpatikus így elmondás alapján, akkor szerintem a legközelebbi alternatíva ezek közül a Prostereo F3 lesz, mert nem áll távol a mély középszekció egyébként tőle, de a felső tartományra megkapod azt a lágyítást, ami az E80C Soundmagicnél nagyon a másik irányba megy el. Úgyhogy ez alapján érdemes választani, hogyha tök mindegy, hogy mondjuk 17 ezeret vagy 30 ezeret költesz el. Én azt gondolom, hogy a Prostereo az nagyon jó árértékarány, a Mi Audio nagyon jó árértékarány, a két Soundmagic is, az Audiofly pedig szerintem egy specifikus igény szolgál ki a stílusával, amit azt gondolom, hogyha valaki ezt keresi, akkor a többi négy fülhallgatónál nem fogja megtalálni, csak ennél az Audiofly-nál. Szóval ez az öt fülhallgató volt, amit a Musics nekem elküldött, vagy odaadott, hogy ő szerintük ez a legjobb, hogyha 10 és 35 ezer forint között keresel egy igazán jó árértékarányú fülest, amivel egyetértek, mert tényleg mindegyik olyan, hogy nem gondoltam, hogy a Soundmagic E10-en kívül bármelyik 20 ezer forint alatt elérhető, úgyhogy valóban jól szerepeltek így hallás alapján, mondhatni vakteszten nálam. Hogyha bármelyik tetszik, akkor ezeket a Musics weboldalán megtalálod, ott egy Gedeon 5-ös kuponkóddal ezeket meg tudod rendelni, amivel 5%-os kedvezményt kapsz, úgyhogy ennyivel hozzá tudok járulni a minőségi zenehallgatáshoz. Amit még hozzá szeretnék tenni, hogy mindegyik említett fülhallgató hangja erősen javulni tud, hogyha egy kis fejhallgató erősítőt mögé raksz. Úgyhogy ezt érdemes megfontolni a jövőben, hogy ne csak egy telefonra ráköltsd, mert nekem is van egy Huawei P20 Pro, ami egy jó telefonnak mondható, és mégsem szól úgy rajta egyik fülhallgató sem, mint ahogy például a MacBook Pro-n, vagy a Focusrite kimeneten, vagy akár egy másik telefonon. Úgyhogy nagyon nagy különbségek vannak fejhallgató erősítőkben, telefonokban, laptopokban, úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes hosszú távon megfontolni, hogy valamilyen párosítást összehozni egy jó fülessel és egy jó fejhallgató erősítővel.